Sziasztok! Lássuk, ma mit dob a rendszer. Maradok ugyanígy Anonymousban, ugyanis a csalókkal, meg a mindenfélékkel konkrétan tele van a hócipőm, és semmi értelmét nem látom annak, hogy a rating alapján mondjuk 1300-asnak kikiáltott ellenfél ellen le kelljen nyomnom a, mit tudom én, 7 CP-t ahhoz, hogy ne veszítsem el azonnal a helyben a dolgot. Na lássuk, mi lesz ebből. Lép egy ilyet. Cukormentes még mindig, mintha örökké akarnék élni. És akkor most megállt a tudomány, vagy elfogytak a lépések. Lássuk ezt a változatot, hát ha le tudom szerelni a királynőt erről az átlóról, úgy van, akkor fogunk tudni erre felé nyitni. Akkor nyitni kék. Ha ez, akkor végül is azt hiszem, hogy itt valamit össze tudok hozni. Nézzük. Ahhoz képest, hogy mennyire tudta a nyitást, egészen sokat kell gondolkodnia. Akkor köszi a királynőt. És fel is adja. Jó, nézzünk még egyet, de szerintem ez lesz a második és az utolsó. Nem tudom, van az a narratíva, hogy a Lichess volna az az ilyen napsütötte hely, ahol az oroszlánok nyalogatják a nyuszikákat, ahol minden rendben van, mert az ingyenes sakkoldal. Hát azért lehet, hogy nem pont így van. Mármint a szoftver jó, meg anyagilag szigorúan, anyagi szempontból tényleg ingyenes. Illetve hát a költségek azok nem a hétköznapi devizában fizetendők és értendők. Nem tudom, ez is egy kicsit az ízlésemhez képest túl erősen játszik. Ez érdekes, hogy nem lépte ezt meg. Vajon tud valamit, amit én nem? Vagy itt nem akarja magára hagyni a figurákat? Ki tudja. Hát ezzel azért valamit kéne kezdeni. Lássuk, aztán legfeljebb kikapok, hát. Más nem történhet. Végül is. Lecseréljük a fehéren futót. Nagyon lassan játszik. Pedig elvileg időben én állok rosszabbul, csak én beszélek. És hát nem hiszem, hogy... Tehát mennyi annak az esélye, hogy a kolléga is... illetve hát én nem élőben csinálom, lehet, hogy élőben streamelne, akkor bocsánatos. Mondjuk valami ilyesmi következik talán. Hát...
Hát szerintem élhető. És akkor innen van, folytatás nincsen. Nincsen. Jól van ez így. Oké, hát mondjuk ez egy kicsit kényelmetlen. Mert ugye ez, de hát megyünk másik irányba. Ugye ide nem kéne jönnöm a lóval. Hát próbálkozzunk meg ezzel, aztán valami lesz. Én ezt lépném. És nem. Megpróbálkozunk egy ilyennel. Királynő még ezt a parasztot egyben tartja. Kicsit Michael Jacksonosra sikerült. Jaj. Nem tudom, kicsit olyan érzésem van, hogy feleslegesen bonyolítjuk ezt a játszmát. Aránylag unalmas. Végül is, persze. Ebben látok valami fantáziát. Mondjuk ez. Lépjük meg. Oké. Ez így érdekes volna. Nézzük, meglépi ezt? Ki tudja. 8 perc, teljesen aszimmetrikusan. A másik játszma ehhez képest nagyon gyorsan lekavarodott. Jó. Ez így egy kicsit sovány, próbálkozzunk ezzel. Hát sovány. Jó. Ide ki tudok jönni, és akkor van egy ilyen. 2:30. Ne siessük el. Két paraszt előnye van, és meg sem érzem. A királyom el van bújtatva, a király kint van a tábla közepén. Most ugye itt elég nagy bajba kerül, mert a bástya az fenn van a királynőn, és akkor ezt most illene feladni. És feladja. Köszi szépen. Akkor a 10 perc Anonymous megvolt. Különben az a vicces, a múltkori videóban meséltem, hogy írtam mielőtt a Hóember user accountot bezártam. Írtam a fórumba, hogy oké, gyerekek, akkor azt hittem, hogy én vagyok az egyedüli, aki hónapok óta nem kapott értesítést, hogy
az illető jelentett kollégák esetleg hát inspirációs forrásokat használtak játszma közben. Tehát, hogy láttam egy ilyen fórumbejegyzést, hogy más is szóvá tette, hogy nem voltak értesítések, hogy a fair play szabályait sértő játékosokat fogtak volna. Nincs már meg a bejegyzésem. Az eredeti bejegyzést azt még megtaláltam, de még csak az sincs ott, hogy esetleg törölték volna. Tehát vissza Anonymousba, aztán botok meg trollok ellen, de mondjuk úgy, hogy legalább vállaltan. Na jó, ennyi akkor mára. Aztán mindenki eldönti maga, hogy hogyan folytatja. Én úgy folytattam, hogy lezártam a profilomat. Esik Kolozsváron az eső, úgyhogy remélem, hogy lesz még derült idő. Kéne egy kicsit napozni. Jönnek az új filterek. Hát, ha lesz valami észrelés. Addig is amatőr csillagász elköszönés. Köszi a figyelmet. Derülteget. Sziasztok!